Zavargásba torkolt a sárga mellényesek brüsszeli tüntetése. A belga kormány autókat érintő adópolitikája ellen békésen kezdtek tiltakozni néhány százan pénteken délután. Azonban a beszámolók szerint arcukat kendővel eltakaró csuklyás emberek vegyültek közéjük. Ők megtámadták a rendőröket, felgyújtottak két rendőrautót és megdobálták a belga miniszterelnöki hivatal épületét. Vízágyukkal és könnygázzal oszlatták fel őket, mintegy 60 embert őrizetbe vettek közülük. A belga miniszterelnök éles szavakkal bírálta a rendbontókat az egyik közösségi oldalon, azt írta, meg kell büntetni őket. A belügyminiszter felháborítónak nevezte a rendőrök elleni erőszakos fellépést, míg Brüsszel főpolgármestere azt üzente, bárkit elő lehet állítani, aki folytatja a tüntetést. Belgiumban két hete kezdődtek a demonstrációk, a tiltakozók részben francia társaikkal vállaltak szolidaritást, hozzájuk hasonlóan sárga láthatósági mellényt viselnek. Az autókra vonatkozó adók mellett a fűtőolaj és az áram magas ára miatt is tüntetnek. Eddig főleg Belgium déli részén Vallóniában emeltek barikádokat, bevásárlóközpontok és benzinkutak forgalmát is megbénították. Franciaországban már több hete tartanak a sárga mellényes tiltakozó akciók, a forgalomlassításokat és útlezárásokat eredetileg az üzemanyagok adójának emelése miatt szervezték, de a tüntetések általános kormányellenes demonstrációkká alakultak.